Iskola helyett vállalkozói park. Így herdálja el az önkormányzat a közvagyont az ellenzék asszisztálásával. Amit most az önkormányzat csinál, az a nemzeti anyagról szóló törvénynek a szándékos és előre megfontolt megsértése. A mostani polgármester még azzal kampányolt, hogy ezt a 3 hektáros önkormányzati területet közcélra kell hasznosítani. Sajnos ez a választások után megváltozott. Ez volt Budakesznek régen a szennyvíztelepe. Mindenki tudta, hogy ennek az lesz az előnye, hogy amikor ez a terület felszabadul, akkor ez egy közcélra hasznosítható terület lesz. Tehát igazából nem csak az számított, hogy lett egy új szennyvíztelepe Budakeszinek, hanem az is számított, hogy lett itt 3 hektár, közvetlenül a Lidl, meg az egyéb ilyen fontos helyek szomszédságában. 2014-ben a polgármester még azzal is kampányolt, hogy ezt majd rekultiválják, meg reorganizálják, meg minden lesz itt, ami közcél. Mint köztudott, a Zsámbéki medencében egyre nagyobb a lakosság száma, és ez Budakeszin sincsen másképp. A telek helyén egyértelműen egy iskola lett volna a leghasznosabb. Jelenleg olyan 15 ezeres a településnek a népessége, ez a következő 20-30 évben föl fog szaladni 25 ezerre. Ebben azért lehetünk olyan biztosak, mert ezek a telkek, építési telkek, ezek már megvannak, üresen állnak, nagyrészt közművesítettek, és általában egy óriási urbanizációs nyomás van a településen, magyarán nagyon sokan szeretnének Budapestre és környékére költözni. Az önkormányzatnak erre kéne fölkészülnie. Ez ugye körülbelül azt jelenti, hogy másfélszer ennyi iskola, másfélszer ennyi óvoda, mindenből másfélszer ennyi kell, mert ugye a gyerekszám ugyanúgy növekszik, ami azért különösen fontos, mert az iskoláink és az óvodáink már most túlterheltek. Aztán kiderült, hogy lehet pályázni állami pénzre, és a polgármester, valamint a képviselők azonnal elfeledkeztek a közösségi funkciókról. Na most a választás után ott egy kicsit megfordultak a dolgok, többek közt azért, mert úgy tűnt, hogy ebből a területből lehet pénzt kiszedni. Az önkormányzatnak esetleg egy nagyon fontos szempontja, és sokszor a közcélok elé helyezkedik. Mert hát nem csak a Budakeszi önkormányzat, hogy általában az önkormányzat nagyon szeretnek a vagyonfelélésből dolgozni, fejleszteni, élni. Ennek a célnak megfelelően rögtön elkezdtek olyan kormányzati kapcsolatokat keresni, hogy például a rekultiváció az ne a településnek kerüljön pénzébe, hanem legyen rá állami forrás. Azt hiszem, hogy erre találtak is valamit, mert be is adtak egy olyan 350 milliós rekultivációs igényt a kormányzatnak, amit aztán végül nem kaptak meg, tehát nyilván nem sikerült ezt a jól kilobbizni vagy menedzselni. Amikor kiderült, hogy nincs állami forrás a rekultivációra, azonnal körülbelül 130 millióval olcsóbb lett a terület megtisztítása. És akkor végén a település nyakába szakadt a rekultiváció, amiről rögtön ki is derült, hogy akkor kétharmadáron is meg lehet csinálni, úgyhogy végül is akkor nyitásként beletoltak olyan 220 millió forintot. Kialakult egy olyan terület, amin bármit lehet csinálni. Akkor sajnos az a szerencsétlen helyzet történt, hogy jött egy kormányzati támogatási program, tehát nem csak erre, hanem az nagyon sok Pest megyei településre, ahol azt mondták, hogy adnak pénzt az önkormányzatoknak, hogyha az ilyen szabad területeiken vállalkozói parkokat alakítanak ki. Nem mintha nem lenne Budakesznek vállalkozói park, és nem mintha nem lenne üres a 60%-a, de úgy érezték, hogy itt is lehet egy kis állami támogatást nyúlni, akkor vágjunk bele, és rögtön elfelejtették azokat a közcélokat, amire eredetileg tervezték ezt a területet. Az összes pályázatra azért repülnek rá, mert gyakorlatilag ebből tudnak olyan fejlesztéseket produkálni, amivel az aktuális politikai elit éppen újra tudja választatni magát. Az önkormányzat nem meri nyíltan kimondani, de úgy tudjuk, hogy informálisan közlik a bérlőkkel, hogy 3 év leteltével piaci áralat megvásárolhatják majd a telket. A vállalkozói park pályázat egyébként eleve egy bérleti konstrukciót írt elő, de aztán erre a bérlőket 6 körben tudták csak megszerezni, és ennek az volt az oka, hogy egy normális vállalkozó nem megy be abba a szituációba, hogy neki 15-20-25 éven keresztül kelljen bérelnie valamit, amire ráhúz egy házat, aztán még az alatta levő nem az övé. Úgyhogy a vége az lett, a másik körbe egyébként, a másik pályázati körbe meg is bele is tették, hogy ezek megvehetők, ezek az ingatlan, csak aztán rájöttek, hogy ez így részint üti a pályázatot, részint üti a nemzeti vagyonról szóló törvényt. Gyakorlatilag úgy sikerült megtölteni ezt a tisztelket bérlővel, hogy megsukták nekik, hogy utána majd meg lehet venni. És lehet, hogy ez a lehetőség nincs leírva jogilag, de az a probléma, hogyha valaki ráhúz egy épületet egy telekre, akkor onnantól kezdve senki más nem akarja majd megvenni ezt a telket, mint ő. Ez egyébként
tulajdonképpen egy súlyos törvénysértés. Nagyjából hasonlatosan ahhoz, amit a belvárosban csináltak, hogy először odaadták a bérlőknek az ingatlant, és utána a bérlőnek ugye lett rögtön elővásárlási joga, tehát megszűnt annak a versenyeztetésnek a lehetősége, hogy egy értékes ingatlant valóban piaci körülmények között értékesítsenek. Itt is ez a helyzet, egy ilyen ingatlant csak annak lehet eladni, tehát amit most az önkormányzat csinál, az a nemzeti agyonról szóló törvénynek a szándékos és előre megfontolt megsértése. A helyi ellenzék mindent megszavazott ez ügyben a Fidesznek, sajnos senki nem emelt szót azért, hogy ezt a területet valójában közösségi célra szánták. Joggal tenné fel mindenki a kérdés, hogy hol van ilyenkor bárki, aki egy kicsit felelősen viselkedik, és hogy arra számítana az ember, hogy hát a politikai pártok közül csak van valaki, aki ilyenkor fölemeli a szavát, hogy hát nem kéne ezt csinálni, fiúk, lányok. A helyzet az, hogy Budakeszi nem így működik. Budakeszi úgy működik, hogy amikor bejutnak a képviselők a testületbe, onnantól kezdve megszűnik az ellenzék. Tehát gyakorlatilag egy teljesen egységes szavazások vannak a kormányzó pártnak a helyi képviselőivel. Gyakorlatilag a polgármester mozgatja az egész testületet. Ha valami kétséges, akkor az be se viszi testület elé. Úgyhogy ebből az jött ki, hogy a helyi MSZP, DK és Momentum képviselői az éget a világon semmit nem csináltak ebbe a kérdésbe. Ugyanúgy nyomták a gombot, lehet, hogy néha tartózkodtak, mert ugye a mi képviselőtestületünkben a tartózkodás felel meg a protestálásnak, de tulajdonképpen ez a helyzet alakult ki. Ezzel az üggyel jól járt a cég, amelyik a rekultivációs felmérést és a tervezést végezte, valamint jól fognak járni a bérlők, akik piaci ár alatt felvásárolják a telkeket. Egyedül Budakeszi nem jár jól vele, hiszen nemhogy új iskolának, de egyéb közintézményeknek sem maradt hely Budakeszin. Férőhely hiányosak az iskoláink, az óvodák csurig vannak, és akkor még így folytathatnám egészségügyi létesítményekkel mindent, tehát nyilván mindennek a növekedését kell számba venni. Ezért is fájó, amikor az utolsó olyan közterület, amire ezeket el lehet helyezni, mert ugye ezeket nem lehet ilyen 5-6-700 négyzetméteres lakótelkekre elhelyezni, itt ezeknek a területigénye 1000 négyzetméterekben, meg némelyiknek hektárban számolandó, és ez volt az utolsó olyan terület, ahol ilyen telkeket ki lehet alakítani. Dolesal Tamás szerint, ha ezt a telket eladják, ez lesz Budakeszi rendszerváltás utáni történetének egyik legnagyobb politikai bűncselekménye.